Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Jó, duplán jó igazából, hogy gólt is szereztem. Ez úgymond hab a tortán. Tényleg a legfontosabb az volt, hogy nyerjünk. Ez elég magabiztosan sikerült, annak ellenére, hogy kiállítottak az ellenfélből egy embert. Én úgy gondolom, hogy abszolút megérdemelt a győzelem. Igen, a kiállításig úgy tűnt, hogy eléggé fej-fej mellett van a két csapat. Mennyit lökött ez egyébként a lehetőségeiteken ez a kiállítás? Hát ugye elég hamar történt. Nyilván elején nehéz, hogy kijöjjön a különbség. Én azt mondom, arra appelláltunk, hogy felőrüljük őket, úgyhogy igazából ez is volt a taktika. De tényleg az egy plusz dolog volt, hogy kiállítottak így valamivel, nyilván könnyebb volt számunkra a mérkőzés. Már a Kaposvár ellen is látszott, hogy elég agilis játékos vagy és gyors, és erre próbáltok is játszani. Most egy gólban ez kicsúcsosodott. Milyen volt ez a gól egyébként? Ez begyakorolt szituáció, vagy ez egy adhok jellegű gól volt? Amennyire visszaemlékszek, kaptam egy felpaszt, vagy oldalról. Elég kis terület volt. Előre fordultam, amit kérnek is tőlem, hogy kapura törjek. Igazából még egyszer mondom, kis terület volt, egyből elrúgtam. Szerintem takarásban volt, azért nem is látta a kapus. Szerintem úgyhogy nem is tehetett erről. Úgyhogy nem begyakorolt figura volt, hanem ösztönből jött. Így a második fordulóban, hogy 7-0 gól különbségetek, ez mekkora lökést fog adni a csapatnak? Igazából elég imponáló, hogyha tényleg ezt nézzük, de ugyanúgy 3 pontot adnak egy győzelemért, az 1-0-ér is, meg a 10-0-ér is. Úgyhogy igazából, hát szerintem mind a kettő elég magabiztosan hoztuk, erre törekszünk, de igazából, hogyha 1-0-ra nyerünk, azzal sincs szerintem semmi baj. Szepesi Laci bácsitól itt hallottuk, hogy 2-0, 5-0, hogy jönnek egymás után a lépések. Mire számítasz a következő találkozón? A következő meccsre koncentrálunk ugye. Most megyünk Balmazújvárosba, hát szeretnénk elhozni a 3 pontot. Igazából nem lehetetlen, nyilván, de oda kell koncentrálnunk. Ugye én azt mondom, idegenben nem lesz olyan egyszerű, de hogyha oda tesszük magunkat és mindenki kihozza a maximumot magából, akkor szerintem ez 3 ponttal párosul. Kicserélődött a keret. Szinte mindenhol, de még egyszer mondom, hogyha én azt mondom, mindenki kihozza magából a maximumot, szerintem NB1-re, nyilván még korán vagyunk, hogy ilyenről beszéljünk, de hogyha reálisan nézzük, szerintem megcsíphetjük a egyik feljutó helyet, én azt mondom. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.